Sziasztok, itt vagyunk a Házmester Podcastbe, és a mai vendégünk Osváth Geri, Szevasz, Menta, ugye Sziasztok. a hősökből, csá-csá-csá, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy meghívtál. Mm, az, az igazság, hogy uh, nekem ti a gyerekkorom hősei vagytok, <laughs> vagy hát ilyen, a a tinikorom hősei vagytok, és azért hívtalak meg, mert én nagyon sok interjút megnéztem veletek, uh -huh. de kevés olyan interjú van, ahol csak te vagy Uh -huh. És uh, engem, mint ember, nagyon-nagyon érdekelt az, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, hogy, hogy kis gyerekek voltatok, amikor betöltetek a, ugye, a magyarországi hip-hop világában. Hány évesek voltatok? 18-19. Az... Uh, bocs, uh, 18-19 évesek voltunk, amikor a Hősök megalakult, de végül is 2001-ben alakult a az Hősök, az őt, és nem az őrült oldal érdekelne, hogy be a lévő. osztálytársak voltatok, vagy mi volt? Nem, ez egy kicsit így félremment nagyon régen a, a kommunikációkba is Azért, én, én is mert így, az így, így, így Ekű járt egy iskolába a Brassal, de nem voltak ők se osztálytársak, hm. csak egy csuliba jártak. Én egy teljesen más iskolába jártam, és a Joker is egy teljesen más iskolába járt, valamint ugye Pétfürdőn lakott a Joker is, meg az Ekü is. Az ekü még mindig ott lakik a Joker már Városban él már nagyon régóta. Mi meg a Brassal voltunk a Veszprémiek, és ők voltak egy zenekar, az Ammonia szökevények, meg mi voltunk az Örült oldal, és 2000 akkor nem volt ilyen háború, tudod, hogy itt vannak... Akkor még nem háború volt, hanem pontosan az volt, hogy csináljunk együtt bulit, ti is reppeltek mi is, miért nem csinálunk közös zenét, közös bulit. Más volt a feeling, nem beefeltetek, ugye? Nem volt beef, nem, nem, abszolút inkább tökre az volt, hogy hogy akkor miért nem együtt, és elkezdtünk közös bulikat szervezni, kivérhetünk kiskocsmát Gyula Firátóton, Tapolca dieselbe. szóval ilyen tényleg ez a, az a Hú, nagyon kis Tehát, ahol azt mondták, hogy persze, csináltuk bulit, vittük a deket anyám vitte még Trabanttal a hangfalakat, szóval, hogy tényleg ez a, ez a mikrofon és színpad nélkül léptünk fel haveroknak, 50 ember már ott volt. Öt, már öt már nagyon. maximum? Még az se. Én még emlékszem, a Brassal volt olyan buling 2000-ben Balatonalmának, di vörösberényben ahol befizettük a, fe, a belépőt, 400 forint volt, és mondtuk, hogy de hogy mi amúgy ki vagyunk írva, is, hogy itt mi fellépünk, örült oldallal, és így mondta a szervező hogy nem baj, most ezt befizeted, utána visszakapjátok. Atya és mondtuk, búrta. hogy tudod, mit nem is kell, hagyjat, befizetjük, támogatjuk magunkat, meg titeket, mert eljöttünk fellépni, Aha. és felléptünk. És, és egyébként nyilván voltak 20, nem az, vagy 10, de Persze. hogy, hogy, hogy. De jól éreztétek magatokat. Jól magunkat, ö, szerettünk volna fellépni, reklám, ugye megmutatni magunkat, hogy mit csinálunk, nem volt még úgy internet, meg, meg ilyesmi, és akkor utána az volt egyébként egy ilyen mérföldkő, hogy elmentünk szombathelyre egy profi Home, stúdióba, a Berti home, -ba. A Berti home A Berti stúdió, home stúdió, így, van, stúdióba, így van. Tehát, igen. hogy ö, igen, a digo ugye, meg a Tibbanation ott vették fel a lemezeket, és a Digo nekünk, meg a Tibbanation is egy nagyon-nagyon, a -nagyon nagy, Győri Tibbiék, egy nagyon nagy, hát ez Istenek voltak akkor. Persze, Tehát ezt persze. be. A Digo meg ö, ö, személyesen is a barátunk volt már akkor, mm -hmm. és ő segített abba, hogy mi oda, mondom, hogy, kell oda menni a stúdióba. Hát most adj egy telefonszámot, föl kell hívni, vagy időt kell foglalni, aha, mint aha. az orvosnál. Úgy, igen. Jó, fölhívtuk vonalas telefon, minden elmentünk, felvettünk hát egy lemeszt. Még, még akkor tényleg az a nagy oldschool vonalas igen, telefon. Vonalas volt. telefon, vonattal mentünk majd ott, helyáratbúz. Igen, oda mentünk, ott volt a Berti, aki egy blueszenész, ilyen félig rocker, de egy nagyon halál jó uh -huh. arc volt, és mondtuk, hogy jöttünk reppelni. Tudta, hogy mi van mert hogy a Tibiék, a Digoék is már itt reppeltek, meg még talán még a, a tehát Pestről is lejártak oda páran időúra is fiteket felvenni, Six hát, style Mondhatjuk azt, hogy az volt egy ilyen headquarters, így a, a Magyarország stúdió szempontból, igen, igen. Stúdió szempontból nem azt mondom, hogy official Magyarország hopnak de inkább ez a nyugat, ez a Győr, Szombathely, Veszprém, aha, aha. mert akkor már, akkor már jött, hogy az eküjék is, na adjam meg a telefonszámot, ők is ott akarják felvenni. Ők is eljöttek, meg akkor mások is. És na, az volt a lényeg, hogy amikor az eküjék is csinálták az albumot, az Amonia szökevényeket, akkor mondták, hogy nem csinálunk egy közös zenét. Uh -huh. És uh, mondtuk, hogy persze, hát miért ne csinálnánk, tök jó király. I okay. Ez lett a hősök. És akkor ez a szám címe az lett, hogy hősök. hősök. Felvettük, utána um, bulikba előadtuk. Tök érdekes volt, hogy mindenki azt a számot várta, hogy a haverok, és akkor tényleg összegyűlt ott az a 20-25 ember, nagyisten Isten 30, és azt ha. nyomták a szöveget, és mondtuk, hogy hát ez egy ez bejön az embereknek, ez tök király. Mi együtt jók vagyunk. Együtt jók vagyunk, sőt a Györemixnek volt akkor egy rádió műsora, nem emlékszem pontosan melyik rádión, de valami ilyen, hát nem is tudom, hogy hogy hallgattuk. Meg a lényeg, hogy lejátszotta ezt a dalt mert az ekvék elküldték neki CD-n, és, és éjjel valamikor nyilván, de lement a dal a rádióban. Valami... És ezt hogy tudtátok meg, mert nyilván nem hallottátok ilyen ö... nappal a rádiót? Azt hiszem, fölkerült a netre, és letöltöttük, uh -huh. akkor még nem úgy volt, hogy YouTube meg ilyenek, hanem egy, egy fáj felkerült a hiphophu ra és mi letöltöttük, én és igaz. meghallgattuk, és anyád lement. Ezt nem. Hú, és akkor találkoztunk a Györével, és mondta, hogy persze, én mondtam, hogy le fog az menni. És nem hittük el, hát ez egy akkora dolog volt, hogy na jó, akkor csináljunk még egy zenét. És akkor mennyi bulitok volt, vagy hát hogy jártatok? Ö, így még, akkor még olyan bulik volt, voltak, hogy ez a kevesebb volt az, hogy így megkerestek minket, hogy hello, hogy ennyiért jöttök el fellépni, meg ilyesmi, hanem az volt, hogy mi szerveztük magunknak a bulikat. Tehát ezeket a kis Lementünk, emlékszem, megküvel lementünk például uh, tárgyalni a Gyulafirátóti kiskocsmába, hogy akkor... Tárgyalni, tehát tárgyalni, nem tárgyalni, az... Nem a... az, hogy oda mentünk, hogy csokolom, jönnénk fellépni, hoznánk ide egy rebulit. És emlékszem, hogy Szabbéz Mánszter, ugye ő rátóti volt, Rát szintén Isten, akkor uh, ő, 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 egy nagyon-nagyon komoly uh, star volt már. Igen. És uh, bementünk, és ott volt a szabbi, és mondtuk, hogy Szabi, hello, és ő elmiszem, nyomta a gépet, meg itt a kávéját, és így gépezett, tehát nyomogatta, igen, és így ismert minket, így szegről végről tudta, hogy milyen Veszprém, milyen kis reperek vagyunk, mi meg hát tudtuk, hogy hát ő a hát igen, akkor minden, és ő meg mondta, hogy hát én, ma megyek Debrecenbe, meg Nyíregyházára, és így mondtuk, hogy Két nap, két. De várj, nem is az, hogy Debrecenbe, és te még itt ülsz, a Aha, hát miért? Hát Igen. Meg utána még éjjel, még izéba. És így, úristen, milyen jó neked, meg minden, és minden nem jött le a bulira egyébként, mert nyilván akkor is fellépése volt, de hogy, hogy ezek a bulik voltak aztán a hősökkel, szinte, ahogy megjelent az első album, 2001-ben, úgy berobbant, hogy pedig csak ilyen CD-másolásos sztori Tehát volt. ez a kalózkodás. Kaloszkodásos... Kalózkodás, egyik haver a másiknak a súlyba, amúgy. kazettára kivették, Walkman-en hallgatták, és egyik pillanatra a másik, így hirtelen azt vettük ezt, hogy mindenki így, azért így ismeri a nevünket, uh -huh. most így erős túlzás, hogy mindenki, de nem, hogy hát így a, a körülöttünk voltak, mindenkitől csak szinte pozitív ilyen feedbackek És akkor miért volt szükség a hip-hop misőre A hip-hop azért volt szükség, mert az a Filler Rap az utódja volt, és Igen. mi a Filler Rap nőttünk fel, mondhatjuk azt, hogy mi a Filler Rap Jam-en Jelentkeztünk. Vagy... Aha. Tehát ez a, az a, a, a Filler Rap az olyan volt, mint most bármilyen nagy ilyen hát nyilván jobb volt, mint most azok a... <laughs> hát, nem az akarok x meg ilyenek, de hogy nyilván más ö, a sztori, de hogy a kaniválok tényleg ez egy országos, akkor már az internetet használtak, tehát lehetett interneten szavazni, de az, sőt a legdurvább az, hogy megvetted a CD-t, mert megjelent egy válogatás CD, mint a Magnauton kiadott, igen. ami mi, 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 rákerültünk, és aki rákerült, azt hiszem 20. És nekem együttes, van is belőle egy. És volt egy cetli, ha megvetted, be, ráírhatod, hogy hősök, vagy éppen fürkész elemek, és vissza kellett postán küldeni, és az volt a szavazat a real, nem ám az, hogy izé. Igaz, tehát, hogy a, mai a gyerekek, volt, nem, csak a, a, nem, egy Regisztráció öt perc nem áll. -e? Tudod. Igen, igen, És egyébként az volt a, ennek a hip-hop missionnek a sztoria, hogy a, az eküjék is, ugye Fila Rap Jam, volt, ott ismerkedtem meg az a Fila Rap egyébként, bemutatott minket egy másik Veszprémi közös ismerős, hogy amúgy ő is ám Veszprémi, csak ő Péti. És Aha. a is pólóba volt, és föl is ment a színpadra, és be is ugrott a közönségbe, és mondtam, hogy az ez a csávó Veszprémi, milyen király már? Aha. De erre ő nem annyira emlékszik, mert nem is lógtunk együtt meg semmi. Csak hogy ő Veszprémi, ja, többen mentünk vonattal, tudott 15-en, és minden gyönknek az volt egy ilyen Ám hogy volt, a mi ott akarunk lenni, hát ez mennyire király már és akkor, akarunk, akarunk lenni. a, a rap, jseb, jam, ja, a rap jam vége lett, és kezdett ez is úgy, hogy lejöttek a kukáig fellépni ö, a vetésibe Veszprémbe, és elmentünk nyilván, nem ismertek minket, tudták azért, hogy valami repperek vagyunk, de mondtuk, hogy lesz, lesz és mondták, hogy Filler Up nem lesz már sajnos, de lesz majd valami más, és akkor tök el voltunk keseredben, hogy... és akkor jött ez a Hip Hop Mission, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a Filler csak szerintem egy kicsit már komolyabb. Vagy és más volt a támogató. Más volt a támogató, ennyi. Amúgy most, ha visszamegyünk, azért a, a fila és a mission ugyanaz. Tehát, uh -huh. hogy egy ember Persze. volt egyébként. És öm, ö elindultunk erre a, a, file, vagy a hip hop misőre, és az ekü adta fel a CD-t, a demo CD-nket, és ugye ő Pét Fürdőről Mi buszolott. volt a demo CD-teken? De nem emlékszem, hogy hány szám? Mennyit Ö, kellett Harmónia, volt rajta, azt hiszem a hősök is rajta volt, hát a és talán még egy zene, amit meg nem mondok most neked. Nem tudom, Aha. megmondom összetérszerzően. nagyon rég volt. És ő betbuszott Péter várpalotára, és onnan adta fel a CD-t. És ezt a kanibálok berakták a Budapesti fordulóba, mert hogy ez már Várpalota az már akkor nem a nyugat. Már úgy volt, hogy volt egy szombat, Zalegerszegen egy elődöntő Szegeden, Debrecenben, meg Pesten, azt hiszem így volt. És akkor, hogy az egész ország le legyen fedve, és akkor az ottani reperek így lettek elosztva, és mi nem értettük, hogy miért nem a nyugati részbe kerültünk, uh -huh. mert hát azt simán megnyertük volna. A feladás helye miatt. A feladás helye miatt mi a budapesti kasztba kerültünk, ami ugye azért elég komoly volt akkor, fürkésző elemeket, hogy igen. említsem például, de hogy oda kerültünk, egyből a, a pecsába volt az elődöntő, ahol fel kellett lépni, hát fel van a neten az a videó. Én láttam, <laughs> az egyébként. volt az első nagy ilyen nagy színpadi élményetek? Hmm. Szerintem igen. Az és volt az te... első olyan, ami, amikor, amikor az volt, hogy sok ember volt, ö, hősökkel léptünk fel, és ott már az volt, hogy már a szakma is figyelt minket, szigőz volt a zsűribe, a soka volt a zsűribe, aki a hip volt ugye a vezetője, a kanibálok, a nem is tudom, hogy talán ilyen időúra is vonalból akkor volt-e valaki, már nem annyira emlékszem, de a lényeg lényeg az, hogy felléptünk, nagyon sok, nagyon féltünk, tehát az elemek, akkor egy nagyon komoly ö, együttesnek számított, és ő ők nagyon riválisénk voltak, Budapest, többi Tudtuk, hogy ők nyernek úgyis. A lényeg a lényeg, hogy fölépett ez a nem tudom hány együttes, és mondják, hogy akkor hát a, a akik akkor bejutottak, akkor azok fáradjanak föl, és bemondták a nevüket is. Tökörültünk, hát bejutottunk, hát a döntőbe vagyunk, kész, innentől kezdve már az álmunk megvalósult, bem vagyunk a döntőbe, ha nem is nyerjük meg nem döntőt. És akkor ez egy elődöntő volt még csak. De aztán mondják, hogy amúgy a külön díjat is a hősök. És így álltunk, hogy mi a fasz, külön díj hogy ez mi, de mindegy. Nagyon örültünk, emlékszem, hogy kaptunk egy rekeszretbolt talán meg nem tudom, mert a haveroknak. Tehát nagyon örültünk majd eltett fél év, jött az orci kertben a döntő, és senki nem tudta, hogy ki fog nyerni, mert ez a szavazatok alapján ment. Ott már nem volt. Ez az, az, az nem olyan volt, mint mondjuk mostanában, mert mostanában azért mindenki tudja, tehát hogy azt... Pe, azt nem az volt, kell, hogy kinek van erősebb Facebookja, Instája, ki tud hogy szavaz. nem volt semmilyen. A Cetlik alapján ment mm -hmm. az egész. A rapnethu volt egy ilyen reppes oldal, amelyik Tom D. csinálta, egyébként, aki egyébként tök ingyen csinált egy weboldalt, ö, nem volt annyira hivatalos, de azért a hip után eléggé az volt egy ilyen official vezető információ oldal. vezető oldal. Én személy szerint nagyon sokat köszönhetek annak az oldalnak, mert, mert amúgy CD-ket is árult, és ö, elég sok CD-t eladtunk ott, Aha. hogy így mondhatjuk. Igen, így. hát abban az időben meg még azért elég sok ö, Jogdíj is bejött a CD-eladáson. Akkor gond, még ez minden? nem, várja, az még az előtt volt. Nem se tudtuk, mi az a jogdíj. A CD-eladása úgy kell képzelni, hogy több ezer CD, száz CD elment, az már hát nagyon soknak számított. Hát igen. És ö, ott is volt egy ilyen szavazat, de az a szavazat annyira nem volt hivatalos, ott csak úgy poénból kirakta, hogy lehet kattintgatni. Na ott a torony magasan vittük mm -hmm. a, a segünkben a, a, a fülkésző mm -hmm. Majd elmentünk az orcikertbe, vonattal mentünk fel, tehát tényleg ez a nagyon klasszik, odaérkezünk, fellépés, oké, okay. és konkrétan emlékszem, ez egy nagyon ilyen legendary story, hogy a, a Szét is, az valahol volt, a Joe is valahol volt, mi elmentünk a brassal venni sört, a kanibáloknak ment a, a nagy koncertje, ugye az volt mindig az Igen, évköve hát, ezeknek a, a rendezvényeknek, majd félbeállítják, félbeszakítják a koncertet, és akkor mondják, hogy na, akkor eredmény hirdetés, mindenki hegyezze a fülét, és konkrétan na, engem szó, hogy egy bokorba, egy fatövébe pisálunk éppen a brassal, és fogjuk a sörünket, és így, így odaszól nekem a brass, hogy milyen durva lenne a mi nevünket mondanák, mi meg itt fúgyozunk ki, ja, mondom, az erős de erre bemondják, hogy Hősök Gatya felszaladtatok? Gatya izért, mi vagy mindenki rángat, azt se tudom, hol van az ekü, meg a, a izzét. de ne, hogy gondolom, ők nyilván... Ők a... már ott voltak, felmegyünk, tudod, hogy kezünkben nyomnak egy ilyen pakettet, mindenki elkezdik skandálni a nevünket, azt se tudtuk, hogy mi van, Na, nagyon jó érzés volt. Be nyilván. Belecsöppentetek valami olyasmibe, amire nem számítottatok? Azt nem mondom, hogy nem számítottunk, inkább nem akartuk azt elhinni, hogy ott nekünk van pályánk, mint hogy vidéki reperek. Mondom, tudtuk azt, hogy a elemek az azok, ők nagyon-nagyon tehát ott hogy voltak. Kicsit egy lokális is. Igen, ö, nagyon jók is voltak, ö, volt már mi, volt, volt egy egy viszonylag kevesebb múltjuk nyilván, de volt már valami az asztalon nekik. Uh -huh. Nagyon szerették is őket. Ö, ők is érezték azt, hogy mi meg jövünk vidékről, és hoppá, itt vannak ezek a csávók. Ö, azért igen, és mondta is a Ricsipi, hogy egyébként nagyon erős volt ez a harc, de, de, de mi nyertünk. Tehát, hogy ez, ez ez nem volt utána ilyen sértődés, egyébként, de. de... És akkor te melóztál mást? Pe persze, mit, mit akkor egyébként akkor mert suliba jártál, Suliba jártam még, konkrétan el kellett jönnöm a Suliból, emlékszem, el kellett kéretőznöm, mert úgy indult a vonat, különben nem értünk volna fel, uh. mindegy, önkös sulizott akkor még. Aha. Én. Mellette ut... melóztál, vagy nem? hát ilyen nagyon kis melók voltak persze, de, de a suli mellett nem, nem nagyon tudtó. Jó a családi hát, vagy hát jó volt akkor a családi uh, hátteretek? Vagy így nem, tehát hogy tudtak támogatni? Több basic uh -huh. családból jött mindegyünk, semmi extra uh, az, hogy egyikünk tehát nem volt, nem egy gazdag családból jött egyikünk se, én egy ekte lakótelepi gyerek voltam, a nyolcadik mm hmm. laktam a Haszkovón Veszprémbe, ami, ami, az ottani gettónak felel meg, most így mondjuk, de ezt mm -hmm. ilyen büszkeségből mondom. Persze. A, a Brass is egy lakótelepről jött, csak ő egy ilyen jobb lakótelepről veszprémbe, vesz, a Csolnokiről, de ő is egy ötemeltesbe az ötödiken lakott. A, az Ekü is egy panelbe jött, csak Pétfürdőről, meg a a szüleitek, is. a szüleitek azok? a Szüleink. Nevettem, ö... vagy mit mondtak, hogy a gyerekek, ez, ez, ez vicc, hülyéskedjetek, fiatalok vagytok, vagy mit hogy Változó ezzel? Egyébként... Ö... Én az én részemről azt tudom mondani, hogy például anyukám az nagyon-nagyon támogatott, ő nagyon uh -huh. örült, én titkoltam otthon ezt, hogy ugye rappelek, meg ilyenek, de, de ő belemászott a számítógépembe, és megtalált az ilyen demókat, és Aha. mutogatta már a, a haverjainak. De ez a menő! Ö, ez egyébként menő. Ez jaj, jaj, jaj. menő. De, a, de szerintem a többieknél ott, a, a, azt a Brasnak a szülei ők nagyon támogatták a, a, a Brast, a, az Ekünek is szerintem támogatta az anyukája, a, meg a Jokernek is szerintem, nem volt egyik se az. Ne, ne, nekem apukám nem, nem támogatta ezt a M páposdít. Mivel foglalkozott, vagy foglalkozott? Apukám, apukám az ő, ápoló. Mentős, mentős, volt, és aztán ápoló, Aha. ápoló lett egyébként. Szóval ő, ő, azt szerette volna, amikor én kisgyerek voltam, hogy én majd orvos leszek. De hamar rájött, hogy nem. Úgyhogy, nem is akartál orvos lenni. Nem is akartam orvos lenni, sőt egyébként amikor megnyertük ezt a Hip Hop akkor annyira éreztük azt, hogy na ez jó, amit csinálunk, és hogy ennek ebből lesz majd valami, hogy hazamentem. Jött és a katarzis érzés. És mondtam, hogy na akkor, akkor mondtam, emlékszem, hogy na Megnyertük. Na, itt van egy országos tehetségkutató, kutató, most már hiszed, hogy valami lesz ebből lehet, valami? hogy lesz. És akkor csak annyit mondott, hogy ah, jó, semmi. De ezt most ő, ő nyilván ő mást akart nekem, de, de, de hát rá kellett jönnie, hogy én egy más kategóriájú. Let hát, az függetlenül leszek, amúgy mint, igen, amit igen hogy a szülők volna. érdekesek, most már azért te is szülő vagy. Igen, na igen, ebből, ebből vissza, igen. akkor akkor úgy mond lehet, hogy kicsit haragudtam, amiatt ő rá, hogy ő miért nem mondja azt, hogy csináld. Érthető, hogy ő miért azt szerette volna, hogy tanuljak, stb. Egyébként tanultam is, tehát van végzettségem, nem, nem is az, hogy... Mi a végzettség? Én amúgy porcelánfestő vagyok, tehát én herenden végeztem a, a művészeti suliba, és utána ott is dolgoztam 13 évig. Oda. Szóval nekem ez a művészeti vonal, mint a graffiti, meg ez a rajzolás, ez előbb volt, mint a hip-hop, Ma, igen, majd ezt a hip-hopot kérdezni. úgy értem, mint a, a zenélés és a rappelés. Persze, rettelés. a zenélés. Mert hogy ö, azért én régebben így a graffitit nagyon-nagyon szeretem, meg a mai napig szeretem, tehát, hogy én a londoni vonalat nagyon-nagyon hmm. imádom, ezt a Banksy vonalat, ö, ezeket tényleg, stencil világa hmm. az, az tényleg, ez, a, ez most már old school vonal, szerintem, nem? Hát figyelj, nem. Szerintem én nem mondanám old school vonalnak. Ö, Nincs, nem nagy. Tehát van ilyen, hogy old school vonal, nem old school, de akkor akik a régi graffitések, akkor mondjuk azt, hogy azok old school vonal. A, a lehet, hogy azért, mert rég, régóta csinálja valaki, azt mondják rám, hogy egy old school arc vagyok. Mert ha a graffitit nézzük, én egy old school arc vagyok. Mert de a graffiti nem old school élet. szerintem. A mert nem old is, school. Most persze, is nagyon nem szeretik. A stílusban vannak már ilyen olyanok, amik direkt. De, de van olyan 20 éves gyerek, aki direkt ezt az old school style csinálja, és azért. De hogy. Ebbe így bele lehet kötni, hogy mi az old school, mi nem old school, ki honnan vette, ki miből táplálkozott. Azért a magyar graffiti és kultúra nagyon-nagyon a berlini ö, stilóból építkezette a 90-es évek 95 6 ügye Igen. És ezt köszönhetjük annak, hogy ugye a PNC-sek, akik ugye a, a bankosék, akik, akik félig meddig szintén a berlini vonalból, a német vonalból ö, táplálkoztak és haszt hozták ide, amit kurva jól is csináltak és ő ezt a az akkori korosztályú fiatalokra, mint például mi, ezt láttuk ezért mi is mi nekünk is ez a ez a stíló jött uh -huh. be. Igen, mert itt volt a közelben nyilván a, a londoni stílus, azt ti nem tudhattátok, hiszen nem volt internet. Mondjuk megint. Úgy a, volt internet, akkor... hogy el tudtunk menni például ilyen könyvtárba, és akkor betárcsázós internet, és akkor meg egy ilyesmi. Öt Betöltött perc egy, alatt. egy képet 5 perc alatt, szóval, és akkor sem a londoni graffiti-re mentünk rá. Tehát nem azt Persze, írtuk, hogy London egyértelmű... graffiti, hanem nyilván azt, hogy New York, Brooklyn, meg meg. És szerinted most? Germany, A mai világban. Kik azok a graffitisek? hívjuk őket így, vagy hát uh, ilyen művészek, utcai uh -huh. művészek, akik még mindig uh, ott vannak a szeren. Én nem, nekem az egyik kedvencem, az nyilván a nyilván a Banksy, tehát hogy a, megmondom őszintén, de emellett én az Invédernek a munkásságát nagyon-nagyon-nagyon uh -huh. csipázom, ezt a minden városból megyünk és ott hagyunk egy kis cuccot. Szerinted ki az, aki most, ma, ma még mindig uh -huh. ott van a szeren, Régebben is ott volt, és, és szerinted ott is lesz? Hú, hát ez így, így nagyon nehéz, mert, mert mert az, hogy most mit tekintünk graffitinek, sok, sok, sok tehát, graffiti tudod, az van a, a még? is van egy csomó válfaja, tehát van, van az illegális graffiti is, akinek van egy neve, egy tege, egy csoportja, és ő a, akkor király, hogyha minden városba fest egy metrót, egy vonatot, egy falat, és elmegy mindenhova, és mindenhol ismerik a nevét, akkor van egy respektje, akkor mondják azt, hogy ez a csávó kurva menő, mert nem tudom hány. Minden Mind, minden országban megcsinálta a metrót, szóval uh -huh. ebbe, ebbe, a kategóriába az a top, amikor valaki minden országban, hol van metró, ott elmegy és megcsinálja uh -huh. a metrót. Uh -huh. Nehogy Isten, erről videó ugyanúgy uh, készül, poszt, stb., de most már ugye ez se fix, mert, mert, mert nem, nem, nem feltétlenül, de hogy az, az, egy, az egy stílus, vagy az egy illegális graffiti, egy hardcore és graffiti akkor most, már, hogy van most, az... a, most már van az a stílus, akik, akik ezek a street artosok, akik régen nem... Régen azt hitték, hogy grafitisek, de amúgy nem grafitisek, hanem street art, ez teljesen más, és meg van a legál grafitisek. Meg hát azok, akik ilyen, ilyen kompozíciókat raknak Igen. ki az Igen, az tehát az hogy ezeket így nehéz egy, egy kalap alá venni, holott persze az, hogy grafitis rá lehet húzni az egészre, de hogy például egy ilyen... Hardcore graffiti is, aki megy és külföldön is és itthon is. Ez agresszív. Tehát, vonal. Az illegális metró vonat festés, és az a lényeg, hogy illegál legyen, és nem legálfal, azok nem feltétlenül ismerik el azt, aki ezt mondjuk legálba csinálja, vagy aki művészkedik, vagy street kodik. Mm -hmm. Azt mondja rá, hogy hát ja, ez abban nincsen ez, semmi, az nincs nekem izgalom. nem. De most ezt ez nem kell készpénzen venni, ez egy ilyen átlagos. Valami, ezt is a magyar oldalról mondom persze. egyébként. Uh, persze, uh, most, ha azt veszük, magamat nézve, én is abból jövök az hardcore grafit uh, is arc Ez volt a kérdés, kérdésem, azért biztos volt olyan rohanul is részek a uh, Nagyon sokat voltam rendőrségen, uh, úgy, hogy egyébként uh, fizikálisan nem kaptak el, csak mindig beköptek, belekeveredtem. Uh -huh de ez, ezek tényleg 20 sztorik. Há' persze. Ö, nem, de nem, nincs ez sem gond. Volt olyan hősök fellépés, ami előtt nem is tudta senki, mert már akkor, mint a mafiózok úgy jártunk, tehát senki nem tett. Ezt titkolni kellett, mert különben kopogtak a rendőrök. És volt olyan... De hogy mi a én... teged alapján megtaláltak, hogy de... volt, aki bemártott? Inkább mártott. beköptek tudod. Beköptek. Be elkaptak bohócokat, és azok tudták, hogy a Tehát a tojókat a csár. elkapták. igen, 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 igen. azért igen. tudok ennyi mindent a refleti világáról, mert van egy könyv, egy magyar a nagyon-nagyon gáz, hogy nem tudom a nevét, szétírt falak a címe a uh -huh. könyvnek. Ne, valamilyen Dániel bocsánat, tényleg nem tudom, most nem akartam Nincs így, most nekem Miné... sem a könyv, Majd nézd, már, de... Nagyon jó könyv. Leírja itt ezt a magyar vonatkozást, mert én amikor ebbe belemáztam, akkor nyilván hmm. a, a Banksy vonalat néztem, meg utána a robó vonalat, utána a, 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 a Löret vonalat néztem, meg tudod, próbáltam összegyúrni a dolgokat, és akkor mondom, hát Magyarországon is kell lennie ilyennek, és így valahogy én megakadtam abban az ilyen 2000 5-6-7-től 10 es évekig, hogy én most már itt, 2024-ben nem nagyon láttam azt sehol, hogy öö, egy illegális banda lefújt egy metrószerelvényt, és ez Pedig egy... van. Pedig biztos, hogy van. Tehát nyilván ez, ez tök érdekes, mert, mert amikor én is benne voltam ebbe, hogy, hogy ne, egyébként én nem mondanám magamat olyan über a hardcore arcnak, én én olyan kettő között voltam, bevállaltam nagyon sok komoly sztorit is, és én, én, én a vonatokat szerettem, én nagyon-nagyon sok vonatrajzot csináltam. És... És volt olyan, hogy felépés előtt amúgy beugrottunk még gyors egy vonatra, meg ilyesmi, és az emberek nem is tudták, hogy amúgy, euh, mikor a színpadon nyomtuk, és már ismerték a hősöket, hogy amúgy én még egy órával ezelőtt még a jardba voltam. Érezted és, ilyenkor, hogy tiéd a világ azon a koncerten, hogy megcsináltad a Nem kis azt éreztem, hogy enyém a vonatot. világ, tudod, mert nem, nem, tehát az, szerénycsávok szerény csávok voltunk. Inkább azt gondoltam, hogy a hip-hop kultúrát, ami, amiért megszerettem, és amiben vagyok, és amit csinálok, azt, azt úgy csinálom, ahogy, jó pár évvel ezelőtt álmodtam arról, hogy ez de jó lenne, ha ezt uh -huh. idáig eljutnék. És ezt 2001-ről beszélünk, persze. vagy kettőről, ne adj Isten, és, és hát persze, hogy magamban éreztem, hogy ez azért nagyon menő. Tehát ilyet nagyon kevesen csinálnak, és például az időúrait emlegetném, ő, ők voltak egy ilyen nagyon nagy példaképeink, mert ők, ők ugyanez volt. Igen. Meghalottam -e az időúrait, vagy egy akkor firma, és nem tudtam, hogy ők kik, csak azt tudtam, hogy Geci jó zenéjük, és mm -hmm. hogy mi ez a stílus, mi ez, és utána belásod magad rá, és hogy az meg ők a PNC-sek is, a kurva életben, már, bocsánat, hogy a legnagyobb királyok a legnagyobb királyok a graffitibe is, meg a hip hopba is, na ez a menő. Lerakják. Ez a menő, a menő. Igen, Na ők ilyen akarok lenni. Abszolút képviselik, amit akarok, és jól, és, ö, és, ez, és olyan, olyanok akartunk lenni, mint ők. Tehát Frankon az volt, hogy nem, hát, ilyen, hát ez mekkora királyság. Milyen jó. És van. tényleg az, és én nem a mai az, hogy világban is azt mondanám, hogy ebbe igen. is, meg bohóckodnak abban, nem, ebbe is nagyon komoly szint, meg abba is nagyon komoly szint. És ez annyira tetszett, és annyira jó volt, hogy egy magyar Magyarországon van ilyen, és hogy ezt el se hittük, hogy. Aj, Szerinted hogy, van még Isten. ilyen Magyarországon most, hogy valaki teljesen önazonos ebbe a hip-hop részbe? Tehát, hogy tényleg jó, most már, oké, okay, a, 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 a mostani mainstream uh, zenészek, nyilván nem fognak kimenni az utcára fújkálni. Amúgy nem értem, hogy miért, mert hogy ez, ez, ez tehát, hogy aki művész, az mindenben művész. Tehát, hogy mm. én amúgy megmondom őszintén, hogy téged azért csipázlak, mert én néztem a szünyegeket is, amiket mm. gyártasz, én láttam a grafitiket is, minden, és abszolút tök önazonos vagy a mai napig. Tehát, hogy azt csinálod, amit szeretsz ráadásul, Igen. majd kitérünk rá, hogy jön új zenétek is, azt Igen. hiszem, holnap után csütörtökön. Amikor, ö, amikor ez az adás kimegy, már addigra remélem, hogy több százezer nézettség lesz rajta, mert hogy ez még egy kicsit soká fog kimenni, de ne szaladjunk ennyire előre, hogy szerinted Magyarországon jelenleg van olyan előadó, aki teljesen önazonos, és, és azt mondod, hogy hogy, hogy figyelj, oké, okay, ő rendben van. Ö, van, van. Meg tudod nevezni nekünk nem. ezt. Ezt azért nem, nem akarom. Azért nem akarom, mert. mert ö hogy most ebbe belemegyünk, hogy ez a graffiti-t összekötjük, stb., azért nem mondok semmilyen nevet, meg nem, mert én nem akarok senkit se. Tehát ez ez már olyan komoly szinten van, mm -hmm. hogy hogy ez, ez így az egyik barátom szokta mondani, hogy, hogy kajak mint az ilyen, ilyen gangsterek, meg mafia ez full inkognitóban van. Nagyon és, jó, És, és, nagyon és nem menő. mondja senki, nem kerül ki az internetre, Pont ezért nem De került dolgozik, ki. Dolgozik De vannak ilyenek. Valaki nem is tudja, hogy ki kicsoda. És ez a legjobb, amikor nagyon nem tudod, ki kicsoda. És jó. nem is fogod tudni jó pár évig, amíg ez... ez Akkor ez, ez maradjon ez, ez, is így, nem? Ez, ez maradjon, maradjon is, is, is így. így. És ö, a legtöbbször U, olyan, fel, olyan emberek... Vagy, hallod, ez, ez nekem nagyon... A legtöbbször olyan emberek, akikről aztán eszedbe sem jutna, hogy ő az. Aha. És ez a legjobb. Én nekem is eszembe sem jutott például, nem tudom, annó, hogy nem tudom, ki az a ki az a, a, a rapa. Érted? És és amikor és leesett, hogy ő ki, akkor így, bazd meg Igen. Mennyire király és már. Nagyon, tehát, és az, utána az meg gondolj bele, hogy jó. eljutottunk arra szinte, így a hip hogy 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 közös számot csináltunk ezekkel az emberekkel. És eljutottunk arra szinte, hogy nekünk az első albumon már volt egy graffiti zenénk, ami Örült oldalálom, Örült oldalálma, ez a címe, abban mindegyik Hősök albumon volt egy Ammonia szökevények dal, meg egy Örült oldal dal is. Ezt így mindig tartottuk mm -hmm. egyébként. És az első Hősök albumon, ami a Sanyival, vagyis a Brasssal csináltunk egy ilyen is számot amit úgy kezdünk be, hogy az introba bemondunk bizonyos ö, neveket, csoportokat, hogy kiket üdvözlünk, ö, nyilván abban volt. MHC ben nagy... nem volt Monor Hardcore Crew, vagy a MFK Monori Firkászok Crew, nem mi? ők, ők nem voltak benne. És és akkor már azért elég komoly graffiti élet volt nyilván Budapesten, meg így Magyarországon, és ültek a a a, shopba a nagy nevek, és így bekerült egy csőrösök CD, ahol van egy ilyen dal, és gondolom így ők nekik is leesett, hogy azok ezek azok a csávok, akik úgy fújják a vonatokat itt, meg ott. És meg hogy a mod, ez is menő. És hogy izé, és fölhívtak telefonon, és ilyen, az én számon volt megadva akkor a. A borítóba. A borító. Igen, és így felhívtak, hogy Izé, hogy amúgy ez mi ez a dal, meg mindenki kicsit számon lettem kérve, és mondtam a, a, az emberek, hogy figyelj. Szerintem pont pont tudod, hogy miről szól ez a dal, és pont nem kéne számon kérned, mert nagyon jól tudjátok, hogy ez miért született meg. És nem azt mondom, hogy soha nem volt az egyik. Nem volt hogy... ebből feszülés? Mm, nem, azért nem volt feszülés, mert a grafit is vonalon ott elég erősek voltunk. És, és egyébként annak köszönhet, Tően, szerintem a mai fejemmel, vagy a mai amiben vagyok, mint graffiti, tehát most semmilyen illegális dolgot nem csinálok. Persze, tehát tudjuk, húszével. hogy tehát én vannak is ilyen napok egy évben, egyszer talán a Budán, ahol így a fiatal művészekkel Vannak ilyen, ilyen fújtok, Igen, ha elhívnak, nagy isten, persze volt, hogy annélkül is mentem, persze. vannak ilyen graffiti gyemek egyébként, és tök jó, mert összegyűlik ez a régi old school brigád, aki mindenki már gyerekekkel jön ki, szép emlékek elő, lightos igen, de hogy, hogy azt, amit annó grafitis kultúrában mondjuk én leraktam az asztalra, abból van egy ilyen respektem még most is, és talán ezért nem, ez egy felté tök jó érzés, nem, nem feltétlenül bántanak engem. Egy Mert egyébként azt mondják sokan, jó érzés persze, de hogy azt mondják, tudod, sokan, hogy az izé, is már csak legálba fúj, meg ilyen murálokat csinál, meg minden, hagyjad már. izé, Mikor volt mm. ez, amikor ő jó volt? Igen, csak hogy ne, amikor jó voltam, akkor akkor mondhatom azt, hogy igen, elég erősen ott voltam, vidékiként. Ott egy hát, olyan próba egy olyan stílót hoztam be, vagy hoztam be, nem is hoztam be, kialakult egy olyan stílusom, ami, amit, ami megismert hető volt, bármilyen nevet fújtam éppen, tudták, hogy az én vagyok, mert az a stílus, amit, amit hozzám kötöttek, az így kialakult, és a Van olyan, és név, és ez ami, a van olyan ö, tag, vagy név, amit ö, csak nagyon páran tudnak, hogy ez te vagy? Vagy te voltál? Van, aha, van. Jó, Van. nem kérdezem meg ezt Nem, nem akarok ezekről. Tehát, ö, ö, egyébként, aki most ezt megnézi, és nagy Isten, ilyen régebbi grafiti sarc, de egyébként nem is kell feltétlenül, mert az a durva, hogy vannak fiatal grafiti sarcok, akik, akik tényleg most mondjuk 23 évesek, vagy 24, uh -huh. tehát akkor születtek. <tos> ö, <tos> <Igen>. <tos> és és ők mondják, hogy fúzi, izé, hogy ő tudja. Tudom, hogy meg mondják a nevemet, az akkori nevemet, mm -hmm. és, és így, hogy mosolyogsz, mondom, hogy ú, tök mosolyogsz jó. a kis bajszod alatt, hogy Igen, igen Még igen, régen nem az volt, hogy az internetre feltöltötted meg az Insta, hanem magazinok jelenek meg. Hogy hívták azt a magazint? Nem? Business például. Tehát az volt a Biblia. Tehát ha abban benne voltál, akkor király akkor, voltál. Akkor te, te ott voltál a palettán. És akkor nem mm -hmm. volt kérdés. Tehát vidékiként meg belekerülni egy, egy budapesti olyan magazinba, amit mondjuk a. A vezérkarra kössze, mármint a graffiti is vezérkarra kössze. Tehát most itt a bankosékra és az időuraira gondolok, mert azért az, az tők rakták össze azt uh -huh. a magazint, nagy részét legalábbis. Aztán eljön az idő, mikor mi is csinálunk egy magazint, ami szintén odabasz. Nem az, hogy Pestnek, csak az, hogy vidékiként csinálunk egy olyan magazint, ami ugyanolyan -olyan szinten erős, mint egy Pesti magazin, Aztán más vidékiek is csinálnak, szegede, Szegediek, például Győriek, Debreceniek. Tehát így, így, így először így nem is nagyon tudtunk egymásról, hogy kik vannak még vidéken grafitisek. Hát ugye, ha itt tudom, én csináltál szombathelyen egy vonatot, az elment Debrecenbe, akkor a Debreceni látta, hogy azon a lányon akkor kimozog, és akkor az biztos szombathelyen mert nem volt még ez az, az internet ennyire erős. És amikor ez így összeért, hogy jött már fel az internet, és tudtad azt, hogy na, Kik a szegediek? Egyébként a szegedi brigád volt az első, és a győri nyilván győr közel volt hozzánk, de hogy meg ugye szegediek azért nagyon erősek voltak mm. már akkor is, tehát ők voltak az első olyan vidéki krú, szerintem akik így, akikre azt mondták a pestiek, hogy gyertek velünk, és mm -hmm. akkor ők a pesti mm -hmm részhez, a pesti vibe, és a pestiek farvizén ő nagyon, nagyon szépen felcsúsztak. Be, tehát most nem, igen. nem, negatív értelemben nem. mondom, hanem mert tehát istenek ma mai napig, jobban is vagyunk egyébként, Aha. és nagyon jó egyébként ez a, ez, ez sztori. Aztán ugye a győriek, aztán a, a, a ugye a debreceni vonal is irgalmatlan erős, mikor elmentünk, emlékszem először Debrecenbe fellépni, és azt látom, hogy anyáli itt úgy néz ki a város, mint, mint Pesten. 98-ban, mi a fasz? Igen, mert azért ti, amikor elmentetek fellépni, nyilván ti láttátok a, a, a csúnya részeket is, mert elvittek a helyi srácok, a helyi arcok, meg láttátok a... a főleg, főleg engem, gyere, akkor elviszünk ide-oda, fújjunk egyet, egyet tehát, ö, nem is olyan rég egyébként, még most is... Ö, pár éve voltunk Debrecenbe, pont egy olyan hétvége volt, ahol négy vagy három buli volt egymás után, ezért ott aludtunk valahol a környéken, uh -huh. akkor már nyilván Debrecenbe fessünk egy legált, jöttek az arcok, tehát ilyen, de ezek már tök legálba, és akkor sörözgetés, pofázgatás. Látos, mert már nem az van, hogy ezért... Mindenki gyerekeket jön ki, tehát hogy nyilván az, de ez a rég, és mindig rögünk, hogy úristen, 20x De gyermekedet vitted már ilyenre? Vittem és élvezi, és már me megy me 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 neki. Tehát, hogy azt mondom, hogy ha, ha, nyilván a, faterja vagy, tehát tudod azt, hogy ha festene, akkor megismernéd a stílusát, stb., mert azért csak te neveled, te neveled fel, de hogy így nem mondtad neki soha, hogy fiam, ne grafitiz, mert az rossz. Nem azt mondtam neki, hogy ne grafitizzen, azt mondtam neki, hogy illegálisan ne Aha, jó. És gondolom Ez ezt, most te a... halál komolyan mondtam az, hogy ő, ő én, szóval én, nem toltam neki ezt, hogy graffiti-graffiti, mm -hmm. tehát nem voltam -e még a hip hop se semmit egyébként. Ő, ő, ott volt velem, nagyon sokat rajzoltunk gyerekkorába, látta, hogy én festettem, festek, rajzolok. Kipróbálta, eljött, csináltunk, megtanítottam úgymond, vagy elkezdtem tanítgatni. Ha érdekel, akkor csinált, Csinálta, ha nem érdekel, nem, nem. nem csinált. Márm én sem sőt, semmit a gyerekre. Ez, rá, fölös hála, haját. Isten, most biztos lehet, hogy tegelget egyébként, meg ilyesmi, de, de nem vitte el ez a graffiti olyan szinten, mint ahogy engem uh -huh. elvitt annó. Ami nem feltétlenül baj, mert azért. Uh, azért tehát, most is lehet. Uh, csúnyan meg lehet nagyon csúnya megüti az ember a bokáját, ezt. ezt uh, uh -huh sőt, egyre csúnyában üti meg az ember a bokáját, tehát nem szeretném azt, hogy ő egyébként illegálisan bármilyen vonatot, vagy bármit fessen, hát és persze, abból probléma legyen, már... mert most már nem az van, mint régen. Hogy, hogy. mit tudom én, ülté 24 órát, is kiengedtek és mentél haza, és jó Pég, esetben... Oholy, pénzbírság is van, a... meg, meg, meg amikor tehát én is nem csak azért, tehát én két okból hagytam abba ezt az illegális grafittis vonalat, az egyik az az, hogy a hősökkel egyre jobban hát ismertek a lettünk, belekerültünk a, a időm se volt rá, meg már nem is nagyon tudtam a kettőt összeegyeztetni, mert én hogyan, hogyan nem mehetek el, mert ha ne Isten történik valami, akkor nem tud az nem ennek a zenekar be... fellépni, és a többi, azért nem csak én, keresek pénzt ezzel, hanem rajtunk kívül még más is, meg én is éreztem azt, hogy, hogy ezt, így, ezt így nem csinálhatom már, mert, mert ez nem lesz jó. Ebből, hmm. ebből egy ö, baj fog történni most, hogy így Persze. lesarkítsuk. Mm, és akkor így teljesen azt a graffitit leofoltam, Csak ilyen legál fújások voltak, meg a djemeken, de azok meg olyan elenyésző volt, hogy sokan nem is vágták. Például, hogy én amúgy ö, egy graffiti művész vagy vagyok. Tehát hob... azt hitték, hogy így hobb. Azt hitték, hogy ilyen hobb, igen, család. igen. Aztán ö, ö, a hősökkel hirtelen azért ott berobbantunk, hogy Ja, mondjuk, ekkor, nyugodtan ekkor ezt. milyen, milyen ö, évszámot írunk? 2000? Hát 2005-6, akkor már volt egy nevünk, Aha. de a, a Hősökkel a nagy váltás az 2010-ben volt egyébként, amikor, amikor azt éreztük, hogy az undergroundból a mainstreambe. Jó, hát most akkor beléptünk. Azt azért mondjuk el, hogy akkoriban a Viva TV, meg ezek Így van, tehát pont ez, ez az a Viva TV-n, hát... ott oda kerültünk a Viva TV-re és végre az volt, hogy nem egy PC dalt, meg nem egy popslágert, hanem a Sofa 2-t egy olyan rotációba elkezdte tolni a Viva, ami azt jelenti, hogy nappal is lement, nem Mi is igaz? egyszer, hanem mondjuk 12-szer, mert ugye az volt a standard, hogy volt egy hip-hop műsor, szerda éjjel egykor, oda bekerült a klippedot, lement egyszer, és örüljének neki. És amikor az volt, hogy már délután berakták, meg reggel, meg már műsorokba, meg már lehetett kérni a megállóba. Egy, egy kő hip-hop, egy olyan zenét, ráadásul a Viva TV-nek elküldtük a videoklipet, és a Sziszkának van elég egy pár csúnya ö, szövege benne, ki volt clean elve, és még írtunk nekik, nem kéne a clean verzió, mert hogy így, de akkor, ha nem, akkor... Nem. És mondták, hogy de kell, de aztán elküldtük, nem azt és játszották. Nem azt játszották le. Aztán ugye egyszerű, ott egyszerű, oda, Viva... egyszerű, volt nekik. Egyszerű volt, nagyon örültünk neki, nyilván az egy nagyon-nagyon dobott, nem csak rajtunk, hanem az egész hip-hop, uh, Pop kultúrán, ugye mondhatnám azt, hogy a DSP is akkor ott volt nagyon, együtt voltunk a Viva vivakometen, Punaniék akkor nagyon, akkor futottak be halott pénz, ö Well Hello jó, az már jóval utána volt. Az már utána, volt. utána, mert a Well Hello azért nem egy... Ez, Én nem, az, bocs, a, 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 a Flor Tomi már akkor szévesen. volt, ugye, a Viva meg a Mizu, <laughs> meg ez a korszak, Igen. és ugye a Diaz, meg ugye például a Sofa 2-nek a produccered a Diaz volt. És ugye ő is ott volt már, meg azért ő azért elég, elég sok hip -hopos előadóval mozgott már a... Az őskorban is, csak ezt nem tudják egyébként. Hogy ő például, én emlékszem, mikor a Diaz nagyon kis ő, srác volt, és már akkor küldözgette a zenéket, és nagyon jó mm -hmm. zenéket, mm -hmm. még freemiélet címe volt, és írkált, lejöttek bulikra, ő reppelgetett is, tehát már akkor is egy ilyen producer volt. Hát, tudta ő is, volt. hogy tudta ő is. Érezte azt, amit ti is éreztetek, hogy ne, neki ezzel kell foglalkozni. Neki ezzel kell, így, így van, így van. És ö, aztán az a más kérdés, hogy rá utána ő összeállt a Tomival, egy Well Hello projekttel Jó, futott az, az úgy, meg nagyot. De amúgy szóval a Diaznak így hip-hop körökben, ö, ettől függetlenül, hogy ő egy Well hellos, nem annyira hip-hopos zenekarva hmm. van, azért, azért a Diaznak elég ö, komoly respektje van ez miatt. Tehát ez a, egyértelmű. A, tehát a, amikor a, Rengeteg beat, vagy hogy mondják, beatet, csin, beatek ezek? Éh, amiket... Mi? Mert én nem vagyok Szerintem a, a, a Diaz több volt annál kicsit, mint egy, egy beatmaker, és most nem a beatmakereket akarom Best. ezzel le uh, degradálni. a gondolkodása volt ő hangszeres volt, ö, ö, mindent. Tehát tényleg oda mentünk, és és nagyon jó, jó volt vele dolgozni, nem hiába több lemezünkön is ö, producerkedett, uh -huh. és segített, és a mai napig, tehát a tavalyi dalunk, ami kijött annak is, ő volt a producer egyébként. És lesz még idén is olyan. Lesz még akkor. Igen. De figyú, ezt akartam pont mondani, hogy nagyon sok közreműködésetek van. Kik azok, vagy, vagy hát nyilván, kik azok, akikkel szívesen melóztatok, és kik azok, akiket azt mondtátok, hogy hát, ez nem jött össze azért annyira jól, vagy ebből jön a következő kérdés, kik azok, akikkel elkezdtétek a melót, és nem jött össze a meló. Fú, hát biztos van sok ilyen. Uh, nagyon sok közreműködésünk van, nagyon sok Nagy, stílusban tehát, egyébként. Hogy én megnéztem, figyelj, ha most nagyon a hasamra kéne ütni, nem tudnám nem? elmondani neked. Én se, tehát én se. Tehát, tehát hogy te... szerintem 50 plusz. Á, sokkal több, több száz. Azért mondom, több száz hogy, hogy így, 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 így nem, nem tudnám elmondani. Mm. Fú, éjt, így, most így nem is tudok hirtelen kiemelni, olyan, akivel nem akartunk együtt dolgozni, de dolgoztunk együtt, szerintem nem nagyon volt, mert a, ha nem akartunk együtt dolgozni, akkor Akkor ki az, alatt, nem akkor ki az együtt. akivel együtt dolgoztatok, és a vége azért nem az lett, amire számítottatok? Mm. Nyilván a múltról beszélünk már. Hősök? Hősökre, hősökre a... gondolsz? Ja. Uh, fú, hát most így van egy feed bennem, ami, ami lehet, hogy így nem túl jött, és de nem akarom megbántani őket, mert tehát, hogy, tehát, hogy amúgy mi élveztük azt a munkát, csak az egy nagyon más stílus volt, az egy kicsit ilyen, nem is tudom, milyen elektronikai, milyen zenés is Nobody. Stílusba. Nem a Nobody, az a, nagyon jó. Hú, pont. hallod a nekem nobody... az a mai napig, pörög a kocsim. Ja, a Nobody, a, tehát pixels közreműködés, ugye ez a Nobody Moves-os dolog, ez, 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 ez egy ír. Tehát amikor az kijött, én megmondom őszintén, nem nagyon követtem ezt a dubstep vonalat, de így bele kellett kóstolnom, megnézni, hogy mi ez, mert hogy éreztem, hogy hát ez most nagyon-nagyon megy, és mondja, pixi, figyelj, csináljunk, mondja az EQ is, hogy hát, csináljunk egy, egy ilyen dubstepes zenét, mert hogy ez izé. Ez, ez, ez Ezt most jó. Fog. És mondtam, hogy ez, ezért nagyon meg fogjuk kapni a fikát. Kit érdekel, ha jót, jót repelünk rá, jó zenét csinálunk, akkor most hadd mondják. Hát most amúgy is kapjuk a fikát, már ha benne vagy a Viva TV-ben, már kaptuk, tudod, elatáltok magatokat, stb. blablabla, bla, bla, holott nem értették meg az emberek azt, hogy mi azt akartuk, hogy a hogy magyar a... hiphop kultúrát bevinni minden, mindenhova, és elmentünk műsorokba, már akkor is az Persze, e is műsor, azért, hogy a pofánkot legyen, és a Marika néni vagy a Jóska bácsi megnézi, akkor Max, ki ez? Ki, ki ezek a gyerekek? és tudjuk, nézzünk csak rá, és akkor hoppá, nem is olyan rosszak. Na, mi ez az emberek el. sosem el. fogják megérteni. És, mi ezért, és, ezt egyébként a kanibáloktól tanultuk, mert, mert ők, 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 ilyenek voltak, és nagyon sokat segítettek nekünk ilyen téren, ilyen tanácsokkal, stb. És mondtak, hogy miért, miért nem hiszem, miért? Persze, tehát akkor nem... nem menj el egy műsorban, nem érzed abban a műsorban jól magad. Pontosan. De ha jól érzed magad, és azt gondolod, hogy ez jó, és akkor még Én nem arról szólt, hogy pénzt kapunk. hanem az, hogy ott le. legyen a pofák, ott legyen a nevünk, és ez nekünk, hát ingyen reklám, miért nem? Ez mi ott a, mai érünk, napig ott úgy a neve? van, persze, hogy és a mai reklám, Van, pont. ingyen reklám. Perns, tehát, hogy ez, ez, tudjuk. És Már hogy mi, a mi típusú emberek, tudjuk, azok az emberek, akik nem jutnak el valamiért eddig, hogy, hogy, hogy ők önmagukat kell, hogy reklámozzák, azok meg mindig azt fogják mondani, hogy eladták magukat. Persze, persze. De ezzel nincs is uh, szerintem semmi gond, mert a világ az így működik. És figyelj, beszélj az új trekről. Mi lesz? Új trek. Uh, hogy lesz? Beszélhetünk róla? Persze, Amire hogy nem? Mindenképpen addigra, szeretnék. Úgyhogy... Addigra izé, uh... Új trek. Uh, Légy velem, Fortuna. Ez a címe. Arról szól az a téma, aki találta ki, hogy mit, mit, mit csinálnál, hogyha megnyernéd a lottót? Vagy egy sorsegyen nyernél Aha. nagyobb összeget, egy ilyen tényleg, mikor egy nagyon nagy pénzt Aha. megnyered. Nem az, hogy 10 milliót, hanem tényleg ilyen 100 millió, És egyébként úgy szoktak születni a hősök dalok nagy részben, hogy vannak zenék, amiket így, így dobálgatunk eküvel egymásnak, hogy nekem ezt tetszik, neked azt tetszik, oké, okay, jó, hogy ő ír egy szöveget az egyikre, én írok a másikra, meghallgatjuk, és utána írunk mindegyünk a másik kéra is. Fölvesszük akkor azt a vibe és Minegi így tök jó. Mindennel. Igen, tehát nem az nagyon ritka olyan, amikor leülünk, na figyelj, itt a zene, és akkor legyen az a címe, hogy nem tudom, pohár, és akkor írjunk a poharakról. Aha. Tehát ez a ritkább. Inkább az Aha. van, hogy figyelj, én írtam egy szöveget erre, az az, fölveszem, meghallgatja, és azt mondja, ah, ez a zene amúgy nekem lehet annyira nem is jött be. Jön, amit de a, a flow-d által nekem a is flow által kapni a vonalat, ah. persze, egyből megvan Tök a szövegrás és ez is egy ilyen dal volt. Öm, elkezdtünk három, Jó, három Látom, alapon. hogy Tékid is van benne? Tékid is benne van, és a Toma is benne van. Ugye a Tékidet nem nagyon kell bemutatni. ott szoktam mondani, hogy tiszteletbeli ősök tag, mert hogy annyi közös zenénk van már, hogy szerintem egy dupla album nyit ki lehetne adni, valamint szinte az összes fellépésre, hova tudjuk, elviszük, eljön velünk. Persze. A Toma, viszont ő egy régi arc, egy Veszprémi srác, aki még a Westprem City All Stars hoz köthetően lehet ismerni a nevét, valamint egy-egy közreműködés azért volt, sőt, ő a Blues Bravaznak megnyerte az egyik tehetségkutató versenyét, és akkor hívták a Blues Bravazba, de végül ő nem ment el, így a blues, tehát nem lett Bruce Azt mondta, Bravazos. hogy nem akar. Azt mondta, pont. hogy nem akar. Valami nem ilyen, azért, mert baja volt a Tibiékkel, mert ő neki is a Tibban és ön meg a győr, győr, egy, egy nagy istenek, de hogy ő akkor úgy gondolta, hogy nem, aztán ö, ö, vannak szólóalbumai egyébként neki, tehát, egy, jó barátunk mm. régről. Ö, és most, tesszük, tettük, e, össze... most úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha nyomna mm. egy refrént, és így született. Kíváncsi leszek rá, mert hogy most, amikor ezt fölvesszük, akkor még ugye nincs kint, tehát hogy két nap múlva lesz kint a cucc. Én nagyon remélem, hogy a, amire amire ez a cuckin van, azért jó sok megtekintés lesz Hát rajta. legyen igazad, reménykedünk benne. Mi is egy könnyed dal egyébként. Ilyen nyári, nyári vibe? Nyári vagy vibe. A, a videóklippet pont kifogtuk egyébként, hogy a, az egyik legmelegebb napon tudtuk forgatni, tehát rövidnadrág póló, mert, mert hogy most meg amúgy tél vagy van meg a kabátba, igen, szóval hogy pont kifogtuk azt a vasárnapot, egy tök basic image clip lesz hozzá. Ezek jobban is mennek, én, én azt veszem észre, hogy tök jók ezek a, ezek a művészies klippek, most nem akarok direkt mondani, biztos tudod, hogy melyikekre gondolok, lesz. tök jókat mennek, Tök jók, csak a költségvetésük valahogy az egekben van. Hát most figyelj, ha tisztában vagy saját magaddal mondjuk hol vagy a sztoridban, akkor akkor mi is az úgy, úgy vagyunk ezzel, hogy minek forgassunk le 500 vagy 1 millióból egy klippet, ha tudjuk azt, hogy mennyit hozhat, Persze. tehát hogy nem nem feltétlenül hozza meg, vissza. Meg figyelj, nektek már azért én szerintem nem kell. Nem kell, igen. Ö, hogy mondjam, ö, nem kell ezt az új vibe elkapni, mert nektek bevált egy olyan, ö, egy olyan stílus, amiben ti jók vagytok. És pont ezt is akarom kérdezni, hogy szerinted maga a hősök 2024-be, megállja a helyét a zenei palettán, őszintén, mert azért, azért merem ezt így szemtől szembe megkérdezni tőled, mert egy frankó csávó vagy, tehát eleve eleve a, a formáció is olyan, hogy ti nagyon tudjátok, mindig is tudtátok magatokat olyan, tehát hogy tudtátok, hogy hol a helyetek, mm. és tudtátok magatokat azonosítani, hogy na figyelj, mi itt vagyunk, és sose gondoltatok magatokról többet, de ahol voltatok ott azért odabasztatok igen, rendesen. Igen. Hát 2024-ben egy hősök Ö, szemszögéből nézve nyilván teljesen más, mint régen. Ö, azt nem mondom, hogy nem álljuk meg a helyünket, ezt most szakmailag mondom. Tehát, hogyha oda kell állni, reppelni, és ö, valamit kell csinálni, akkor azért oda tudunk elég jól. A, az már másik kérdés, hogy, hogy ö, mi most a menő, mi most a divat, és mi nem a divat. Hát a hősök az már egy jó pár éve nem. Tehát mi nem azt a vonalat képviseljük a ipába, ami divat. De akarnátok amúgy? Nem, nem biztos. Minden. Tehát, hogy, hogy, tehát miért akarsz olyat csinálni, ami nem te vagy? Nem is tudunk egyébként, még ha volt is próbálkozásaink, mert azért próbálkoztunk mi is autótyúnokkal, stb. dolgokkal, helyek közé bejött, nem jött be, de a hősök, hősök név alatt egyszerűen nem kell azon morfondíroznunk, hogy most éppen mit találjunk ki, nekünk már nem kell. Tehát nem kell megfeszülnünk azon, hogy milyen zenét csináljunk, olyan zenét csinálunk, amilyet akarunk. Amilyet akartok. És ez és lesz is, is, hogy, hogy, persze, hogy, Ez látszik, mert annyira, annyira önazonosak tényleg a trekkek, hogy, hogy meghallgatod, és azt mondod, hogy hallod, ezek a srácok csak így kiraktak egyet, mert igen, ehhez volt ez volt kedvünk, és ez igen, tök igen. Jó. Volt olyan időszak, hogy szabad ne feled, amikor, amikor, amikor ugye a Belépsz egy olyan ö, ö, szintre, amikor már az van, hogy elkezded érezni, hogy a Bizonyítani kell, elvárások vannak, hú, ez egy rádiós lágerünk volt, meg még egy, meg a tévében, mert mi lesz jövőre, ha nem lesz? Jaj, mi, itt ennyi ember csináltunk, ott miért, miért jöttek kevesebben a bulira? Mm. Hoppá, most ez, ez a menő, az a menő, mi lesz akkor? Mi jönnek az újak, akkor majd kitolnak minket. Csa, volt olyan, hogy nem aludtál ezek miatt a gondolatok miatt? Uh, volt, volt. Volt. Hm. nem is az, hogy ezek a gondolatok miatt, hanem hanem amikor nagyon ment a zenekar, tehát hogy tényleg, tényleg az volt, hogy 150 buling volt egy évben, pont az adogatra visszacsatolva, hogy amikor kijött, akkor, akkor jött az, a, az, a, az az időszak a ősökbe, amikor hakni, és heti öt buli, minden diszkóba, mindenhol fél óra mentünk, napi két-három buli kurva jó időszak volt, de amikor már tudod, ott, ott kezdted érezni, hogy mikor már negyedszerre mész vissza ugyanabba a diszkóban, mert azért Magyarország nem egy túl nagy, és nincs annyi diszkó, hogy. Igen. Akkor már érzed, hogy a hoppáz már nem olyan volt, mint a múltkor. Most már azért kezdik unni ezt mm -hmm, a népek, mm -hmm. és akkor kezdtünk el változni, hogy akkor zenekarra, tehát rendes nagy hát stábbal jártunk most, utána. Mára, most már az menő, tehát hogy most már akinek nincsen úgymond így nagy zenekara, az Menő megjelenni egy ilyen zenekarra. Na, 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 na. Euh, nem. És <gülhot> <gülhot> tök érdekes, hogy akkoriban, amikor amikor ez volt, ugye akkor mi volt? A Punani elkezdte nagyon ezt a live-ot nyomni, Igen. nagy zenekar, mindenki köszöntött neki, még mi is azt mondtuk, hogy kúra sokan Ügyek vagytok. vagytok. Nagyon vagytok. Kerül. Egy sokba fog kerülni, nem fogjátok tudni eladni, nem fogtok pénzt keresni vele. Ez, és ők mondták, hogy de, fogunk. És hát befut, nagyon durván befutottak, láttuk, hogy hát, lehet ezt így csinálni. Aztán a Halott Pénzék is váltottak egy ilyen live, full live uh, sora, és, uh, és még mi is egyébként. Én és Én emlékszem, uh, amúgy voltam olyan koncerten, ahol volt mögöttetek zenekar. Hát mi pedig mi így, így jártunk. Tehát nagyon sok tehát nagy stáb, tényleg dobos, gitáros, két busszal jártunk, stb. Tehát, tehát uh, brutál volt. Ö, de azt akartam mondani, hogy akkoriban volt egy olyan ö, szakasza így a fesztiválozási zenekarozós dinak, hogy azt mondták a fesztivál, figyelj ide, nem jössz DJ-szettel csak zenekar, négy zenekar, akkor nem hívunk el. Ja, ja hogy ez, úgy, ja, ja hogy ez volt már kritérium is volt, hogy egy Öl... szett, az tabu? Igen, azt mondják, hogy figyelj, ekkor a név, meg ez, ez, nem jön, nem így egy fesztivál, egy volt, volt fesztivál nagy színpadán, mit akarsz te dj Az mondjuk az elő, e, jó és, kijelent, és, és, emiatt is, és az, megszülti. ahogy ugye lett a zenekar, mi is egyből ott voltunk, voltunk a, sziget nagy színpadtól elkezdve, mindenhol megfordultunk. És, és tényleg jó volt. Most viszont, visszacsatolva arra, amit mondtál, 2024-ben nem számít. Nem számít az, hogy te egy DJ-vel állsz ki egy arénába, vagy egy puskásba, vagy vagy zenekarral. De viszont nyilván azért érez, érezned kell azt, hogyha ha egy ekkora tömeget tudsz mozgatni, és ennyibe kerülsz, akkor nem mehetsz oda egy DJ-vel, vagy hát oda mehetsz egy DJ-vel, csak, csak azt fogja mondani, vagy nem. igen, egy kicsit azt fogják mondani, hogy azért ez így. Nem fog sokáig Gász. menni. Vagy, vagy nekem is van olyan, ami, mert járunk ö, viszonylag sok koncertre, és volt olyan előadón, nem szeretném megnevezni, mert ismerjük mind a ketten, sőt, barátaink, tehát, hogy közös hmm. ismerősünk, ahol elmentem a bulira, és így ö, a feleségemmel szagadtunk, és így mondtam neki, hogy ö, ez nem az, amire számítottam. Hmm. És egyrészt a, a, a DJ-szet miatt, másrészt mi ugye nem vettünk jegyet, tehát hogy meséltem, de. hogy miért nem vettünk jegyet, mert mindenhova be tudunk menni, ha szeretnénk, de, de így mondtam, hogy aki vett jegyet, az biztos, hogy nagyon morcos. És azt veszem észre amúgy, hogy most 2024-ben most jött egy pár új előadó, akik például most az egyik előadó, én a nevén is nevezem, Jabber nevű előadó, megtöltötte uh -huh. az akváriumot, és láttam, hogy, hogy hát itt, itt nem élő bement, hanem ment mögötte a saját trekké, és ő meg rátátogott mutogatta. Hát figyelj, ez, én nem voltam ott, és szerintem jó arca tehát tényleg rendben van a srác, de nekem, ha én ezen elmentem volna, azt mondtam volna neki, én meg hmm. is mondtam volna neki, hogy fiam, haver ez. Ez szerintem gáz így már hmm. ezen a szinten. Uh... Amúgy ez gáz. Már bocsánat, én is bírok, Nem, hát bírom a srácot, és uh, már amennyit uh, látok belőle, vagy láttam belőle. Egyébként az az a kirakott, a kilaki kittes az a kilako, kirakott egy videót, ezután a sztori után, meg volt valami másik sztori is, és tökéletes dolgot mondott, Ö, nem lefikázta a Jabert, hanem ugye elmondta, tök normális, hogy figyelj, amúgy. És én tudom, mert az azzaik is nagyon régóta tolják, és azért egy, egy kilakik itt fellépés, az nem szar. És tegyük hozzá, hogy az azza is tisztelet, tudom, tehát hogy igen, sokszor igen. és mindig ö, faszán megmondja a dolgokat, És ő is hogy, meg tudja, fogalmazni. hogy Max beraknak egy, egy refrént, berak magából, hogy a, már refrénel nem bírja, az, az oké. Okay. De nincs ez, hogy be kellünk, meg élni. Tehát egy, egy NKS, vagy egy hősök, egy, egy, egy Digo, egy, egy Tibbanésön, időuraiban nincs az, hogy berakjuk magunkat alá, és rábeszélünk saját magunkra. Is ez, ez, nekem is egy kicsit nagyon fura, de ez így, egy kicsit olyan, mint a boomerkednék, de, de nem, de, de hát az, akkor tud megmutatni, hogy na, így tudok reppelni, ha és neki kimegyek a színpadra, kell, ez, hogy... és, és elrappelem. De lehet, hogy ő azt mondja, figyelj, lehet a csávó itt ülni, és azt mondja, figyelj, én nem nagyon reppelek, miért? Hát teleraktam te a helyet, pénzem megvan, hát Na jó, csak ha akkor ez kell, akkor elvész, ez kell. Elv... Igen, csak elvész az, az az elv, amiért mondjuk ti annó harcoltatok, meg például ő tényleg Igen, az... Igen, csak ő akkor született szerintem, amikor mi ezért harcoltunk, szóval ő egy teljesen más valamiben nőtt fel, és, és nem csak őt említeném, nagyon sok ilyen van, so, aki ne, be van rakva. Csáber, nehogy kinyírj minket, mert csak egy példa vagy. Nem tényleg tényleg semmi negatív ö, dolgot nem tudok rá mondani. De most mondhatnám egy, aki akivel nagyon jó vagyok, például a, a a Lumen Prala is ö, nagyon sok bulit úgy nyom le, hogy azért be van rakva ő saját magának, de én tudom azt, de, viszont a, a Benzéről, hogy ő Prala őt, az oda rakja magát, odarakja. és egy, egy testjóra, egy erős testjóra, amit Plusz van flow a csávóba, igen. érted? Tehát az, ő, az ő, tök más ő, ő tud, tud flowból reppelni, és azért ez, ez régen, tehát ha most visszamegyek 2005-be, ilyet bárki csinált volna, az akkori ö, magyar hip-hop vezérkar, az időurai és a Tibbanésön, és még biztos, hogy mondhatnék még, még, még másokat, azok kicsináltak volna. Ugye? Hát, mi jöttünk volna egy ilyennel, biztos vagyok benne, hogy oda jött volna a, a bankosék, és azt mondták volna, hogy, hogy takarodjatok a gecibe. És akkor most csak egyet mondtam. De, 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 de és ilyet, tehát nem van... mertek kiállni az emberek, mert kezdett fiai mellé, akik e, 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 sorolhatnám még, és e, Digo e, e, mellé, aki úgy ragázott már akkor is, hogy, hogy nem volt berakva. Nem is tudtuk, hogy mi az, hogy Gy gyerek be voltam, kezdett izé. fiaira elmentem, hallod? Persze. Egyszerűen le kellett ülnöm, tehát nyilván piázgattam, és azért ültem le, mert Úristen! Tehát hozza a flót, olyan a szövege van, mint Igen. az állat, el tudsz rajta gondolkodni, bármilyen, bármilyen hangulatba vagy, a magadénak tudod igen, de a, tört, a akkor... Csak most már ez nem nem megy most. Most ez nem megy. Most már olyan sok... Tehát most így az új zenénkkel kapcsolatban is, hogy mondod, hogy hány százezeres nézettség, mire kijön a podcast. Figyelj, akkor az zaj, hogy nagyon nehéz az ajban hangot adni, vagy na, hogy mondjam, hogy. Nagyon hogy szép érted, nagyon Tehát, értem. Hogy, hogy túl sok előadó van, mindenki repper akar lenni, a, a, a mostani fiataloknak a nagy része, nem akarom mindegyiket Persze. ebbe a skatujába beletenni, de azért elég sokkal kontaktban vagyok, beszélek velük. Hála Isten hát A fiad is egy erős tinédzser Igen, és, van és most. ők nem úgy vannak, mint mi, hogy úristen, hogy ez, ezt ilyen nagyon komolyan veszik, és ők, nem, ők láttak, látták a tévében, meg a, az interneten, a TikTokon és az Instán, hogy itt bárki otthon összerak egy zenét, telefonnal forgat egy klipet, az be tudsz futni. Be. És be tudsz futni. És be tudsz. És be, bá, Hú, a sok tudnám. pénzt tudsz keresni. Nagyon sok. És itt van a hangsúly, régen ugye nem volt ilyen, hogy itt, ö, mindenki, aki elkezdett akkoriban repelni, senki nem mert mindenki Nem, mert nem hogy... mert sokan nem jutottak el addig, mert nem Nem, tettek, igen, nem, tuttak, nem, nem, nem volt annyi munkát felvevő beletenni. közeg. Nem volt miből pénzt keresni. Tehát, hogy ö, volt három előadó, a Gangz, a Zoli, a Zeni az meg a Szabézs Manzter, aki a Hippából megélt, az csoki. Igen. Akkoriban is. És, és nem fértél már oda a negyediknek, mert hova? Nem, nem volt Engem. több szelet a tortából. Most Egyrészt már... nem is volt divat a hip -hop annyira. Nem is volt divat a hip -hop. Tök jó, tök örülök, hogy a, az underground lett a pop. Sokan erre azt mondják, hogy, hogy ez milyen gáz. Nem, most is van underground zene. Attól, hogy az underground lett a pop, az, az nem azt jelenti, hogy hogy Ugyan lenne szar underground? Lett. Hát figyelj, én most nevezzük nevén a srácot, pogány induló. Szerintem ő full underground zenét. Azért hol? mondom, hogy most már ilyen nagyon nincsen, tehát hogy az undergroundnak nem a zenei stílust uh, hívják, hanem azt, hogy a flót. Hogy uh, hát inkább az, hogy ki hány embernek lép fel, Aha. és hol. Uh -huh. Tehát most már, most már akkor az underground fogalma az az, hogy mit tudom, én elmész egy ilyen S8 pincébe, ahova leférnek 50-en és akkor ott te tolod uh -huh. a... Szerintem igen. Szerintem igen. Aha. Tehát, hogy a Pogány induló zeneileg nagyon jó, hogy ezt a régi flót hozza. Igen. De érted, aki arénákat rak tele, vagy MVM domokat, bocsánat, és Az mindenhol nagy színpados, és ott van 5-10 ezer ember a, a koncertjeim, mert ki van írva a neve, azt mindennek mondhatjuk, de nem undergroundnak. Uh -huh. És ezt most ö, nem. Ez tehát, is jó indulat, tehát, hogy Ez nem tök jó indulatom, mondom, persze. nem. nem. Én tök örülök, hogy a kis csávó ilyen zenével. Ilyet nyom. Mert, mert ő nem az autótyúnos ilyen. Na és gondolj el, amikor te voltál ennyi idős, és ebbe a világba vagy, lehet, hogy pont ti is ugyanezt meg, tudnát, meg tudtátok volna csinálni. Sőt, Igen. én biztos vagyok Igen. benne, hogy megcsináltátok volna. Lehet. Mert hogy látod a kis a, a mai világ a, a, a eszköztárából dolgozik, és szerintem ez. Ugye ő nem akart, szerintem nagyon se, ő csinált valamit, amit szeretett bejött volna, pont. és bejött. Pont. Ennyi. Ez a lényeg. Ennyi. Ezért jó. Ezért jó, ezért jó. Ő, ő már full, tehát ő neki már az internet miatt tudott ő, íres lenni. Tehát most nagyon könnyű befutni, viszont nagyon nehéz is befutni. Régebben nagyon nehéz volt befutni és nem volt az a másik opció, hogy könnyű is befutni. Tehát itt van egy lehetőség, hogy nagyon könnyen is be tudsz futni. Ha éppen bejön a TikTokon, vagy bejön Persze. a, a, a YouTube-on, vagy a Spotify-on a, nem tudom, a, a, a zenéd, elég egy számot csinálni, és akkor utána egy ideig tudsz ott lenni a véráramlatba, de aztán hamar ki is lehet onnan potyani, mert, ahogy mondtam, minden nap megjelenik öt album, hat előadótól, aki tegnap még nem csinált semmit, az ma már egy repsztárnak hiszi Hol, magát. Holnap én is kiadok egy új dal csak mondom Majd. Jó. Küldöm. Én is megyek főzni. De a hogy húgy, adok, ne hogy... viccelj már. <laughs> Félk, a, 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 az eredeti kérdés amúgy az lett volna, csak nagyon belemerültünk, hogy nyilván... Megállja a hősök a helyét 2024-ben. Igen, hát. tehát, hogy, 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 hogy... oké, okay, király, de hogy megállja a helyét, de hogy nem akartok, vagy nem terveztek ö... olyas valakivel csinálni, aki most ö... Most nagyon-nagyon-nagyon be van robbanva? Tehát, hogy Figyelj, vagy ez, vagy, 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 hogy ez Ö... hogy működik most nálatok? Sokan megkérdezik ezt egyébként, ez is tök fura, hogy bárhova, mondjuk mindenki azt mondja, nem akartok a pogágy indulóval egy zenét csinálni, vagy a bbc Én mondjuk fihalt. nem erre de Jó, ja. csak most mondtam két nagy előadót. Ö, mi szeretnénk. Aha. Tudod, de ők nem biztos, hogy szeretnék. És nem uh -huh. azért, mert nem szeretnek minket, mert szerintem amúgy van egy kölcsönös respekt, és még, 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 a, a, még ismerjük is egymást. Jó, szóval, azért hogy... a ti felétek nyújtott tiszteletet, az senki nem veheti el, és nektek megvan ez. De az, szerintem. hogy közös zene, az nekik nekik nem tesz hozzá, hogy most csinálnak velünk egy zenét. És, uh -huh. és ez pont azért van, mert mi már egy ilyen régi együttesnek számítunk, egy Aha. öreg zenekarnak számítunk, Aha. a hype nekünk tíz évvel ezelőtt volt, most már nem mi vagyunk a hype körül. Tehát Aha. Mi, mi csinál, csinálgatunk zenéket, tök jó, tök jó egyébként, hogy ott vagyunk a, a fiatalok seggében is, most jó indulat, vagy jó példáként mondom a Valmárékat, ott voltunk az arénába, csináltuk velük a közös zenét, Budapest parkoztunk együtt. Na, az is egy olyan sztori volt tavaly, hogy mi léptünk fel előttük a Budapest parkban. Szóval mi voltunk a felszopók az előzenekar, mi ezt így hívjuk. De ezzel Felszopó. semmi baj nincs, az egy teltázas buli volt, viszont eddig ugye azért Punani, Halott Pénz, well hello, tehát olyanokkal léptünk fel ott, akik el, nagyon jó barátság van, mm -hmm. van átfedés a, a, közönséggel, sok közös dal, stb. Itt nem volt semmi, egy közös dalunk volt, azt hello. És úgy készültünk arra a koncertre, még beszéltük is eküvel, hogy na itt most nem úgy fogunk fölmenni a színpadra, mint egy Punaninál, vagy egy Velhona, hogy szinte biztosak vagyunk, hogy itt aztán ismerni fognak minket, hanem itt úgy fogunk fölmenni, hogy így fognak nézni ránk a gyerekek, hogy ki a faszom ez az öreg brigád, húzzon már a gecibe. Ma bocsánat, hogy így beszélek. Ez lehet, itt lehet. És képzeld el, az legnagyobb pozitív csalódás, az az volt, hogy akkor a bulit csináltunk, és annyira jó volt, és olyan jó fejek voltak a közönség, hogy ismertek minket, ismerték, nem láttam egy tekintetet se, aki úgy nézett a volna rám, hogy ki menj, ki már, az... a menj már, jaj, előzzen, már, a Maricsot akarom látni. Nem. Nagyon-nagyon-nagyon full százalék pozitív, Aha. és annyira örültünk neki, hogy bakker, hát pedig így leírtuk magunkat, hogy mi a öregek vagyunk, és stb., és közben full nem full, full, tök jól helytáltunk, tök jó bulit csináltunk, de teljesen nem tűnt annak, hogy na itt most próbálkoznak az öregek valamit. Persze, nem. hanem egy, egy. Kurva jó. jó volt. Úgy nagyon, és ugye utána meg még ugye fölmentünk az közös számra is a, a, a magyarokra, és az is nagyon-nagyon megy. Bárhol, ha beugrunk, ha olyan van, hogy múltkor például Felsősről játszottak, beugrottunk, meg az arénába is beugrottunk, sosincs, sehol nem éreztük ezt, és ez nagyon jó, mert ők. Ez jó na ők jövős. aztán nagyon a fiatal korosztályban nagyon -nagyon nagyon -nagyon. vannak. Például mikor velük, Csináltuk a közös dalt, ugye ők akkor nem voltak még így befutva, volt már pár zenéjük, ami nagyot ment a. a a Youtube-on, de hogy például emlékszem arra, hogy felvettük a, a, magyarokat, és ők már mutatták nekünk ott a stúdióban, hogy figyelj, megmutatjuk az új dalt majd, ez most fog kijönni, és az a, ugye az égett a nap volt a éget. Manuellel, és mondtuk nekik, hogy így ültük, és mondtuk, hogy pff, mi is megmutatjuk az új dalt, ami egy ilyen kő hip valami, épp valami odamondós zenét adtunk akkor ki, és hát ugye egy ég és föld volt a kettő stílusban, és mondtuk, hogy a gyerekek, ez geci nagyot fog menni. És nagyot. És kurva nagyot ment, és akkor arra rátettek még egy lapáttal ugye az úr Tenne, de tök jó, tehát hogy és teljesen más brigád. Tehát, Persze, ők, más az üzenet. Ők akkor meg születtek, a... vagyis hát nem azért, mert 25-26 évesek, szóval azért annyira durván nem fiatalok, de hogy ők nagyon kis voltak, amikor nekünk már megjelent például az első lemezünk, és tök jó volt és tök pozitív volt az, hogy, hogy egy olyan fiatal közönségnek léptünk fel, úgy, hogy az hősök koncertet ha. csináltunk, tehát majdnem egy egyórás műsort ö, ö, raktunk oda, amire, amire kicsit félve mentünk neki, mármint nem a műsornak, hanem azt, hogy ott minket hogy fognak hát fogadni hogy fognak fogadni. Az ő, ő közönségük, hogy fog minket fogadni, és nyilván nagyon-nagyon sok fiatal, tényleg 10 éves, és ilyen 20 éves, 22-3 évesek voltak, és mindenki nagyon 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 jól, jól vett minket, és ez, 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 ez az az nagyon jó egy érzés. Ez kis boostot nektek, nem? Nem is az, hogy boostot, jó érzés volt az, hogy hogy nem az jött be, hogy az, hogy úgy néztek ja, rá. hogy öregek. Ja, hogy, hogy ez cink lesz. Kicsit, kicsit azt én azt gondoltam, hogy nem is cink lesz, csak hogy itt nem fognak minket úgy a szívükre venni, mint mondjuk egy halott pénznél, vagy egy Punaninál, vagy egy Valhallónál. Uh -huh. Uh -huh. ott, ott szinte, hogyha hogy bármilyen velhellós, punanis halottpénzes koncert van közös, bármi ugye vannak közös dolog, az ő közönsége tudja azt, hogy mi jóba vagyunk, van itt, átfedés. Itt, itt, itt most nem úgy néznek ránk. Volt, itt van, volt egy közös, nem. ráadásul, nem tudom, 20 év kor különbség, és. És azért itt ez kicsit, mikor mentünk ö, fel, akkor így beszéltük Eküvel, hogy azért itt ezt most, ja, ez így most lehet, hogy egy kicsit nehézkesebben fog menni. Nem voltam ott ezen a koncerten. És, és nem volt se nehéz, sőt, úgy repült az idő, hogy hogy én, én még, még nyomtam volna három dalt, mert annyira jó volt, érted? És és ez, 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 ez egy jó érzés Tehát volt. Tehát magyarul a, a hősök azért ma is ott van. Én azt szoktam mondani, hogy ott vagyunk szerintem, ráadásul úgy, hogy azért koncertek is vannak, tehát keresnek minket, van fellépés, van projekt, ilyen projekt, olyan projekt. Szerintem tök jó. És ugye, öt év múlva hol lesztek szerinted? Azt nem tudom megmondani, hogy hol leszünk. Úszunk az áral Most, hogyha azt veszük, a par vagy a zenélés az kicsit olyan, mint a sport, mint egy sportolónak a pályafutása. Eljön az az idő, amikor egy kicsit vissza kell venni, mert már nem fogod tudni csinálni, vagy nem akarod úgy csinálni. Magát a zenélést biztos, hogy nem fogjuk elengedni örökre, meg úgy, hogy, hogy nem csinálod, mert nem is lehet ilyet. Viszont az, hogy mint zenekar ügyileg öt év múlva hol leszünk, most 45 évesen, 46 évesen, nem biztos, hogy már akarsz ugrálni a színpadon Aha. annyit, mint most. Most se ugrálunk olyan sokat, mert szerintem tök egészséges most az, hogy hány bulink van egy évben. De meglátjuk majd. Én nem mondom azt, hogy nem, de az sem, hogy igen. Ez egy, ez egy tök jó válasz, és köszönöm, hogy itt voltál. Tök Én köszönöm, a, önazonos hogy volt ez az egész beszélgetés. Szerintem kibaszott nagy forma vagy, és hát köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönjük, köszönjük szépen, hogy néztek, hallgattok minket, kövessetek minket. Szevasztok! Sziasztok, cső! A dizájnt köszönjük a Dirty Designnak!